A csácsóbi csötészt a csokoládé és traktorkerék ürve csatornán kipör jelentkezik a következő alsó újlak részt, a gyerekek hoztam nektek valami olyan csodálatosat, jobban mondva egy nézőm küldte, ami elvileg itt reformálni fogja nekünk a TS-t, úgyhogy ha gondoljátok, akkor maradjatok velem, de először nekiállok, mint a bolondok aratni, mert szükségünk van a manira, mint az állat. Hát én elindítom a kombájnokat úgy, ahogy vannak, arassunk, mint az őrültek, mert úgy néz ki, hogy mégiscsak szükségünk lesz traktorokra, gyerekek. Meg ahogy megbeszéltem, ugye, megbeszéltük, ez miért nem? Hát miért nem akarsz? Indulj meg. Van gyerekek. Ja, azért, mert ebben van-e gabona, várjál, le kell engedni. Jaj, meg a pontkocsi utána van, a keeper az majdnem azért megindította úgy a dolgokat, hogy pontkocsival együtt húzta volna a dolgot. Várjatok. Nagyon gyorsan kiürítjük, és tényleg egy csodálatos dolgot hoztam magammal nektek. Egy nézőm küldte, és nem akarom lelőni a poént, ki fogjuk próbálni, várjatok, hát ezen meg nem izé van, várjál gyerekek, várjatok. Hát egy kicsit késve indul ez az utolsó kombány, és pont akkor a fordulókörre, hogy nem tudok rá menni erre, valamire, namorre, mondja, menjél már. Na mi van? Hát ez a nulla van benne. Ja, a pótkocsi miatt nem akart elindulni, hát gyerekek, miért nem szóltatok? Ha miért nem szóltatok, nem baj, legalább egy kicsit le van maradva ez a dolgozó most. Adjál meg is annyi. Ja, a porkosi mögöttem volt, nem nagyon örült neki, hogy nem akart gyaratni, hát nem csoda. Jó. Oké, és kacok. És ugye mit beszéltük meg, hogy az Eto Kristállal mi vetni fogunk ezerrel, bár nem nagyon vagyok boldog attól, hogy sötétbe kell itt veretnünk, mint a Veresegyházi Eszony kórus, de hát muszáj lesz. Na, és kacok. Tényleg egy olyan dolgot kaptam egy nézőmtől, amivel szerintem tényleg sikerülni fog reformálni a mi kis csodálatos TS-ünket. Na! Adjunk neki. Közben ugye vetek. Reggelig fogunk vetni, azt utána majd meg fogjuk látni, hogy mégis miről beszélt a keeper. Körbe húzkodom, körbe fogok vetni, és ugye csináljuk ezerrel azt a kettő földet, amire nekünk nagyon szükségünk lesz. Hú, de nem akarom lelőni a poént, úgyhogy mindenképpen várok reggelig. Egyébként az a szerencse, ugye, hogyha rálóg a vetőgép a másik földre, amelyik már el van vedve, meg ugye rámegyünk, mivel nincs letaposás mód, nem olyan hatalmas probléma az nekünk. Viszont akkor tovább tart, úgyhogy próbáljuk meg betartani azt a távolságot, amire éppen nekünk szükségünk van. Egyébként nagyon-nagyon félváltam neki videózni, mert áram kimaradások voltak itt, ahol éppen élek, hát nem tudom, hogy mi történt. És remélem, hogy a videó közben nem fog ez megtörténni, mert akkor vajazó késsel fogom elvágni az ereimet, abban biztos vagyok. Ja, ezt a részt, ezt körbe kéne durrantani, ahogy amennyire tudjuk, addig csináljuk. És na, lelövöm a poént, kaptam egy autotraktor módot, ami elvileg működik frankon. Azt mondta a srác, hogy kipróbálta, szuper, jól működik, minden tökéletes vele, annyi, hogy ne állítsak én semmit. Az offseteket ne semmit, mert azt automatán állítja a gép. Az a frankó, hogy én indítsam el úgy, ahogy van, be van állítva, és ez működnie kell, mert ő kipróbálta. Úgyhogy, ha nem működik, akkor a seggére fogunk verni. Ugye, hogyha működni fog, akkor kellenek még traktorok, erről beszéltem, pont eladtam az UTB-t, és erre a következő részben kapok egy csodás működőképes autótraktor módot, akkor magamhoz nyúlok, gyerekek. Kamolyan. Jó, egyébként hoztam magam a témákat, megint, most nem karácsonyi témát, hanem, vagy nem húsvéti témát, hanem karácsonyi témát például, hogy milyen volt a legemlékezetesebb karácsony például nekem, meg hogyha neki fogunk az erdészetnek, hát erdészetről gyerekek olyan anekdótákat tudok, mert ugye mi világ életünkben fával fűtöttünk, és most is vannak több erdőnk, amiből gyakorlatilag szoktunk annyi fát kivenni, amennyivel éppen fűtenem kell, és hát ingyen sosincs semmi, de mondhatni ugye, hogy a fűtésed ingyen van, hogyha van erdőd, meg van fád, úgyhogy ez egy jó dolog. Na, csináljuk gyerekek. És reggel ki fogjuk próbálni mindenképpen ezt az autótraktor módot, leginkább a tárcsán fogjuk először az MTZ-vel, utána meg esetleg a vetőgéppel is. De azt mondta a srác, hogyha nagyon, nagyon belebonyolódik a vetőgép, akkor mindenképp annyit kell csinálni, hogy a területet körbe kell egyszer munkálni, tehát mondjuk vetővel, és akkor utána elindítod, és az jól fog nekem működni. Hát nagyon kíváncsi vagyok, mondta azt is, hogy valószínűleg a területek nagyon tagoltak,
nagyon nem egyenesek a szélei, ebből adódóan problémák lehetnek, de általánosságban ez működni fog nekünk ez az autotraktor. Remélem, hogy ti is kíváncsiak vagytok rá, hogy ez tényleg így lesz. Én mindenképpen, mert nagyon-nagyon megkönnyítené ugye a munkámat, hogyha ez valóban így lenne. Ha itt kihúzom egyenesre aztán, akkor úgy fogunk fordulni, mert ez így nekünk nagyon nem biznit. Úgy, és akkor így egy ilyen tolatási manőverrel akarok fordulni. Egyébként még maga ez a kis terület is, amit én itt önmagam megpróbálok ugye bevetni, ez is hatalmas. Hát hogyha ezeket ugye tényleg sikerül repcével bevetni, ezt a kettő hatalmas területet, és abból azt ugye nekiállunk learatni három kombájnra, biztos, hogy rengeteg pénzünk lesz, viszont mindenképpen... útakadály. Meg is tellett! Gyerekek, néhány terület olyan iszonyatosan durván adja ezért a cuccot, annyira iszonyatosan sok jó rajta hozam, hogy az őrület. Na hol van? Merre áll a kocsirúd? Na ott van, jó van. Kapcsoljunk világítást, mert nem láttok semmit. Hát az éjszakai műveletek ezek. Azért sikerül magamat megszívatnom keményen, nem elég, hogy ugye nehéz a játékmenet, de még mi azt is csinálom, hogy így szaka is játszunk. Hát valahol itt vannak a kombájnok, ott villogtat, látom. Majdnem azt mondtam, ott villogtat, hallom. Azért tudok valamit, jaj, sorba, oda nézzetek. Itt meg ugye végig izé van, ezek a fehér facsemeték. Jó, óvatosan. Ott is pont, ott van, na. Be tudunk állni alá, ugye? Jó van, oké, megcsináljuk, gyerekek. Jó. Szépen leürítjük a kombányokat. Baza, egy kör alatt megtellettek. Tényleg azért legalább tudunk egy kis pénzt termelni, és most már nem az MTZ-t, vagy nem az UTB-t fogjuk megvenni, hanem meg fogom venni egyébként az MTZ-t, én arra gondoltam. Ugye van az a homlokrakodós MTZ, az teljesen univerzális, nagyon sok mindenre tudnám használni, főleg ha autotraktor mód lesz, akkor mindenképpen fogjuk használni. Ugye nagyon sokan mondtátok ezt a cruise vagy módot, amivel gyakorlatilag meg tudom azt csinálni, hogy föl tudok venni egy útvonalat, és akkor azt ugyanúgy leismétlik. Csak az a baj, hogy ugye mindenképpen azt is nekem egyszer végig kell mennem, szóval ezért nem vagyok barátja én annak a modnak. És ez búza, jó van. Jók ezek a területek, gyerekek, egyébként ezt is össze tudnám szántani a földúton keresztül ezzel. Fú, hát itt ez a három terület nekem bejön. Egyébként ez nem egy olyan hatalmas, de mégis egész kellemes. Hú, hát ezzel meg is tellettünk, gyerekek. Próbálj meg más csinálni, mi a izé mellett a az aratás mellett. Azért az nem egyszerű. Ja, hát ezt meg nem fogom tudni beleönteni, mert az másra. Úgyhogy gyerekek, akkor adjál neki, és annyit, mi meg kiszállunk, és akkor már visszük is eladást lesz a dolgok. Hát baze! Kacok, nem egyszerű az élet. Nem egyszerű az élet. Nem egyszerű az élet, gyerekek. Sokat kell itt dolgozni. Az ifa meg olyan lassú, mint a tető. Az ifát mindenképpen szeretném lecserélni. Hamutartó mutatott egy nagyon gyönyörű zilt. Nyerges zilt. A nem nyerges ifát fogunk venni, mert úgy gondolom, hogy állandóan, gyerekek, másra csinálok, csak állandóan az ifát erőltetem. Szeretnék más járműveket is kipróbálni, mindenképpen ugye lesz majd az ír. Ja, meg ugye Dutra, tudom, az is kerüljön be a játékba, be fog kerülni. Ne aggódjatok. Viszont bajok nem kicsit, tele van búzával már az izé. Már megint, gyerekek, annyi pénzt fogunk termelni, hogy az őrület. Alig várom, hogy hajnalodjon, és akkor meg tudjuk próbálni, nem akarok sötétbe szenvedni azzal, hogy kipróbáljam. Fordulj el! Nagyon nehezen fordul egyébként az ifa. Jó. Sötétben nem akarok szenvedni azzal, hogy teszteljem az autotraktor módot megint. Főleg fölöslegesen. Inkább az lesz. Gyerekek, van világítás a vonaton, ugye? Valószínű észrevennénk. Hát jó, egy kicsit lutri módon megyek át mi. Hát az UTV-t eladtuk, mondtátok, hogy egyébként nem is baj, hogy eladtam, meg igazán ugye a magyar TS-be például nem igen voltak UTV-k. Igazatok van egyébként. Végignéztem, most van egy olyan oldal, az Mező Archívum. Ott megnéztem, hogy milyen traktorokat használtak Magyarországon. Nagyon érdekes, mert olyan traktorok vannak benne, amiket mifelénk egyáltalán nem használtak. Például nálunk, mifelénk Zalába forsiteket abszolút nem használtak. Zetót használtak, MTZ-t használtak. Meg igazából talán ennyi. Jaj, az Etor szupereket is megtaláltam, azokat a régieket, azokat is használták mifelénk. Ó, ez viszont
Ez viszont... Ja, lassan TMK-zni kell, basszus gyerekek. Nézzük. A vonat nem van... Gyerekek, jön a vonat szerintem. Szerintem jön a vonat, várja. Hol nem látok ki az ablakon. Oh shit! Tulas! Hé, hey, világítás, hol marad a vonatról? Basszus. Hallod, korom sötétbe megy, mi ez a szellem vonat? Ez keresztbe kap minket, akkor ripityára töri az ifát, azt gondolom mindenki vágja. Jó, 3 óra 39, mindjárt kukorékol a kokas, aztán akkor valami csak lesz. Viszont tele van minden mindennel. Mármint már megtelettek a kombájnok. Jó, menjünk, menjünk, aladás, gyorsan aladás. Szántok mindjárt ide egy utat, komolyan mondom, vagy csinál, kéne csinálni ilyen utakat, ahol könnyen elérem. Az a baj, ezt a vasutat nem nagyon lehet elérni ebből az irányból. Na várjál. Gyerekek, tizét, elengedte a levegőt. Fölösleges levegő, ugye leengedés megtörtént. Jó. Menjünk, 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 csinál, csinál, csinál. Gyerekek, azért viszont egész jó kis pénzt tudok akasztani. De már mind, az összes üzé gyerekek megvan, az összes kombáj megint megvan telve. Hát bele se fog férni, halljátok, már megint hordhatom a szemet, más se tudok csinálni. És vetni kellene. Megint nekiálltam aratni, aztán közben meg nincs kapacitásom. De hogyha az, tényleg az autokombáj mód működni fog, akkor baromira fogok örülni. Jó, talán nem jön a vonat, most már nem. Gyerekek, menjünk át a földön itt. Leürítjük... Ojj, gyerekek, hát megőrülsz, megőrülsz, hát nem tudok elég gyorsan izelni. Nem tudok elég gyorsan... Elég gyorsan hordani a szemet. Jó, hát nem olyan nagy az a föld, de mondjuk a három kombájn az kicsit sok lett rá, azt azért is szívunk ám. Óvatosan, óvatosan, mert földút jön. Szétveri a gépet. Anyar. Ívesen kell kanyarodni, jó nagy ívbe, hopp. Kitukkantunk. Jó, nem jön semmi. Hát azért egy vonaton egy világítás, azért nem ártana. Jó, megyünk arra. Már merre körülnézzünk, itt nincsen kombány. Nem, azon a felén van az összes. Na oké, aztán hogyha leürítettünk, akkor megnézzük akkor ezt az autótraktorbordot. Aztán lehet, hogy a izé is fog működni. Csak az a baj, az keresztbe húzza a vetőt, az valószínű, amit nem fog működni, mert szegény szerencsétlen még egy ember se tudja elhúzni, nemhogy autótraktorra. Na, üdíts, 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 üdíts. Nem olyan túl nagy az a föld, meg egész kellemesen használható. Jó, hát... jó, jó, ezt a három földet fogjuk először akkor bevetni mindenképpen, mert akkor lehet, hogy ezt is hozzácsapom, bár ez nem olyan túl nagy. Írtátok egyébként, hogy a kukoricából is baromi nagy pénzt tudnék elakítani, hogyha lenne ugye... adapterem hozzá. Hát, gyerekek, van itt bőven, amit arathatok egyébként. De ne, de, 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 de. Na, 4 óra 18, olyan 5 óra, akkor ne, fogjuk, aztán ránézzünk akkor a traktorokra. Viszont ez az ifa, ez annyira erőtlen, hogy ez hihetetlen. Kicsit már megvan ragva, azt már nem nagyon akar menni. Egyébként egy HV80-as pótkocsit meg tudnék rá venni, azt akkor nem kellene olyan sűrűn például üríterem. De az megint egy 50 ezer, úgyhogy ne nulláznám magam, inkább a traktort kellene megvenni. 82-es nagykabinos MTZ-t csodálatos homlokrakodós verzióba meg tudnám venni. Onnan nézzetek, ott. Ott van az a hatalmas föld, úristen. És itt is elérhet, innen is el lehet érni. Ó, itt is van egy földes út, tök jó. Itt is el lehet érni azt a nagy földet. Gyerekek, mekkora az a föld, meg ez a kettő, ez a három együtt. Ezek a háromnak, mint a bolygó együttállás, nagyon csodálatos helyzete van. Jó. Töltsed, töltsed, meg még abba is rakhatunk. Gyerekek, alig várom, leürüljön ez a föld, hallod? Ez borzalmasan, borzalmasan sok munka. Jó, ja, túl mentem, na. Ürics, ürics, ürics. Bazza, bele se fér megint a harmadik. Hallod? Nem hiszed el. 18%, 11%. Adjál meg és annyi, most már mehetünk. 4% maradt benne, jó van. 77 és megint nem fog bele, jó, megint mehetek egy kör. De legalább ha elér. Kitartó játékos gyerekek, olyan izét, achievementet megértünk, de jó nekünk. Csak vedd már el innen, hogy lássak is valamit. Ó, srácok, és már megint mehetek eladni. Megint pénz áll a ház, ez nem baj. A 82-es MTZ-t igazából, ha megveszem, kihozom a földre, hogyha működik az autótraktor. Csak azt mondtam ugye, hogyha leürítem, akkor már nekiállok, de hát nem tudok. Mert menni kell már megint, mert megint megtellenek a kombájnok. Sőt, ez ugye, ez
Most már léphetek is a gázra, gyerünk! 100%, jó, vegyük, eladjuk. Eladjuk, azt jövünk vissza, mert szerintem már kapásból akkor megint megtellenek. Ó, Sanyi, dolgozzatok, bazd, dolgozzatok. Jó. Ej, Sándor. Itt át kéne mennem az izére, főres útra. Ja, hiszen ki tudok menni, a végén ott is van egy izé elágazó. Ó, srácok, azért mindig bevállalok egy kis plusz melót. Itt ki tudok menni a földútra. Jó. Oda-vissza. Jó, ezek a földutak, bazza, régen mindig csak a izét használtam, mi? Mindig csak az aszfaltos utat használtam, emlékeztek arra? Jó, a lámpát már lekapcsoltam, most már kivirratt. Gyerekek, éjszakai aratás, beszarsz. Szedd alá! Úgy tolja az elejét, amikor megvan terelve, hogy őrület. Kíváncsi vagyok az újabb izé modokra. Mindenképp a közeljövőben mindenképp kell vennem egy izét, egy nyergeset, egy zilt valószínű be fogok rakni viszonylag olcsón. Azt akkor meg fogjuk látni, hogy mégis milyen. Jaj, valaki írja mindig, hogy az 50-es MTZ-t rakjam be. Gyerekek, folyamatosan lesznek be modok, csak ugye ez nem úgy működik, hogy most én itt... Ez nem az a gameplay, ahol folyamatosan tudom cserégetni a modokat, mert különben baromira drága lesz, meg sokba kerülnek, ugye. Úgy vannak beállítva, hogy ezek drágán veszem a gépeket, tehát nem tudom azt megtenni, hogy most veszek egyet, mondjuk veszek 5 modot egy gameplaybe, hanem keresni kell rá a pénzt, ugye. Jó. Jó, egyébként itt ezen átgangolok, és nem is nagyon sérülünk, viszont szedd alá, Sanyi. Szedd alá. Rendesen tolja az elejét. Ugye az első kerék meghajtás az a nulla ezen a izén. A zifán. És már 86%-on van az izé, a combine. Őrület. Megőrülsz. Egyébként arra gondoltam, várjatok egy pillanatra, ha már egyszer itten valamit csinálunk. A kategóriákba akartam megnézni, vannak elvileg ugye elhelyezhető tárgyakban vannak olyan dolgok, amik pénzt hoznak. És én arra gondoltam, hogy tudnánk mi azt csinálni, hogy veszünk, mondjuk kialakítunk egy napkollektor farmot, ami bevétel 380 euró, óránként, vagy pedig ugye fél 1,2 millió euróba kerül egy ilyen szélgenerátor, szélenergia átalakító, gyakorlatilag egy ilyen ugye szélerőmű, és az 4000 per órát, ugye mivel pörgetünk az időben, ebből nekünk lehetne pénzünk. Úgyhogy ezeket lehet, hogy folyamatosan ki fogunk alakítani, csinálok egy olyan területet, amit mondjuk elvetek fűvel, és akkor csinálunk egy napelem, napkollektor farmot, ahogy mint a valóságban is ugye vannak ilyenek, gondolom láttok erre az országban, vagy pedig ugye szélerőmű farmot, és az gyakorlatilag nekünk termelne pénzt, hogyha meg lenne minden gépem, amivel szükségem van, és tudok dolgozni, amellé ugye tudnék venni ilyeneket, és ugye óránként mondjuk 4000 euró beugrana, az nem olyan rossz, mert nézzétek, most van 5 óra 20 perc, és mondjuk 3 perc múlva, amikor már ugye eltelik a játékba 1 óra, akkor kapnék érte 4000-et. Igaz, hogy 1,2 millióba kerül, ami iszonyatosan sok, szóval nem lehet azt mondani, hogy nagyon cheat lenne, mert azért 1,2 milliót kalapálni a játékba nem egyszerű. Nem az, hogy nem egyszerű, hanem borzalmasan nehéz, viszont onnantól már egy kicsit könnyebben lennél, mert folyamatosan termelné a pénzt. Úgyhogy ilyenekkel lehetne azt csinálni, ilyen trükkökkel, úgymond idézőjeles trükkökkel, ilyen befektetésekkel azt, hogy pénzt termelhetnénk a játékban, és könnyebben megcsinálnánk ugye az 1 milliárd eurót. Hát az 1 milliárd euró amúgy is baromi nehéz lesz, szóval annyira nem nagy könnyítés lenne az, hogy 4000 eurót kapunk óránként, de valamivel egy kicsit. Gyerekek, az összes kombány tele. Beszarsz, hallod? Beszarsz, hát hogyan? Vigyázzatok, ott van egy izé. Hát őrület, gyerekek, itt őrület van. Ez nagyon, nagyon durva, hát valamelyik földeknek olyan hozama van, hogy megőrülsz. Magyar címen ott a forsíten. Csávó, figyelj! Mindjárt állunk neki, figyelj. Igyál egy sört addig. Jó, korán van, igyál egy pálinkát. Egy hűvös van, kicsit ér... Komolyan mondom, érzem néha, amikor így játszok ezzel a játékkal, hogy most kell fel a nap, és akkor egy kicsit még nyáron is, még, vagy nem nyáron, hanem tényleg nyáron is, a nyár vége fele esetleg. Tudjátok, amikor még egy kicsit olyan kis álmos idő van, ilyen kis... Nem csípős hideg, hanem az a... egy picit azért megborzogsz, iszol egy kávét, tudod, ez a tipikus. Jaj, még egy sztori dolog jutott eszembe, amiről még szeretnék beszélni, hát a disznóvágások, gyerekek. Még mindig tartottunk disznót, kettőt.
És mindig a disznóvágás, gyerekek, a gyomor idegen volt, amikor disznóvágás. Én nem szerettem soha disznót vágni, én nekem volt mindig az a feladatom, hogy nem én szájaztam a malacot, vagy a disznót, hanem apám szokott bevenni az olba, és az rakta bele a szájazóba a zagot, tudjátok, hogy kell szájazni. Fú, elmeséljem, ez az lesz, plusz 18-as kategória, gyerekek, hogy van a disznóvágás. Az a lényeg, hogy ugye a szájába szoknak rakni egy madzagot, és akkor az orra fölött meg el van húzva egy ilyen hurok, és akkor annál fogva könnyű húzni. Hát én szoktam azt a madzagot tartani, meg ugye annál fogva szorítod le a disznó fejét is, amikor levágják. Hát én nekem gyomoridegen volt már előtte két nappal, hogy hogy disznóvágásban. Sose szerettem, nem voltam oda érte soha. És megint mehetünk, basszus, hát megint mehetünk. Hát nem fog beleférni, gyerekek. Menjél, barátom, menjél, csapjad neki. Hát halál van, gyerekek, hát egy ilyen föld, hogy lehet ekkora hozama? Ezért lesz jó, gyerekek, a repce, mert a repcének kicsi hozama van, viszont ugye drágább, és nem kell együtt kubikolni vele, hát borzalom. Ugye azért nem nézem az árakat, mert ugye nézhetném az árakat, mert ugye nincs kiírva sajnos a mámnál, hogy mennyibe fáj. Hogyha fején állok, akkor is az abszolút nincs kiírva, hiába nézném meg az áraknál. Menjünk, gyerekek, nézzük belső nézetbe, azt így bírom. Egyébként itt a földúton szeretek végigvenni, kicsit ilyen autentikus. Kicsit le kéne kasszálni, van fűt bőver, meg ezek jó a terep is, jó a terep viszonyok is. Szedd alá, Sanyi, jó van. Oké. Úgy. Itt átmegyünk, jelgázod, semmi, megsérült, most 31-re 28%-ról felvett sebződésük. Az előbb itt ugyanígy izével teligázzal mentem padlóra, azt nem volt semmi. Ja, a disznóvágásokat nem szoktam szeretni. Valaki nála van még disznóvágás? Valakik tartanak még disznót? Már elég kevesen. Egyébként régebben itt a falukban szerintem nem volt olyan ember, aki nem tartott, vagy nagyon ritkán volt. Akik nem tartottak disznót, azok voltak az ilyen léhonda emberek. Úgy tartották, hogy azok, fú, hát hogyan, hát legalább legyen 30 tyúkod, 20 kacsát, 20 libád, meg még emlékszem, hogy galambjaik is voltak, azok nem megevésre, de galambokat tartottam, régen az hobbim volt nekem, hogy olyan galambjaim voltak, nem ilyen postagalambok, hanem nem tudom a pontos fajtáját, tudjátok a falukban mennyire volt ez, mennyire volt informatív a falu, tyúk galamboknak szoktuk nevezni őket, mert igazából nem tudtak repülni, azok azt csinálták, olyan galambok voltak, ilyen kis, jaj, nagyon szerettem őket egyébként, nem volt minden ennyi nevezve, és nekik csak annyi volt a reszortjuk, hogy reggel kijöttek, ki lettek engedve, kirepkedtek, kimentek a tyúkok közé, ott elszedegették a szemeket, elnézegettek, meg mit tudom én, aztán utána meg este meg beültek, és annyira kis cukik voltak. Voltak kis galambok, kis galambtojások, mindig megnézegettem őket, tök bírtam őket. Egyébként azt hiszem, hogy egyszer valamilyen állat így bejutott hozzájuk, ugye? Mit tudom, egy est vagy akármicsoda, aztán megölte őket, azt annyi volt a galamb pályafutás, azt tudom, hogy a kert végében én rituálisan eltevettem őket, amelyikből még marad valami, azért, hogy megadjam nekik a végtisztességet. Ja, egyébként soha, kutyával az soha nem volt régebben, nem volt kutyám, régebben csak macskám volt, de azt is egyébként éltem, szerettem a cicákat. Most már egyáltalán nem vagyok cicás, nem szeretem a cicákat. Jó, nem azt mondom, hogy agyon verem őket, érted, de valahogy inkább a izéket jobban bírom. Várjátok, egy kombájt átrakok a másik oldalra, mert látom, itt bele vannak bogyolódva a dolgokba. Gyerek, nem mondtam, hogy Átrakom a másik szekcióba az egyiket, ezt is még le kéne csapatni. Egyébként amilyen baromi jól működik az autókombájn, hogyha egy kicsit is jól fog működni, kicsit is jól fog működni az autótraktora, de én úgy fogok körülni, mint bajom a farkának. Tényleg nagyon bízok benne, mert hogyha ilyen jól működő autótraktort tudnék, mert ezek olyanok bazza, mint a izék, gyerekek, olyanok, mint az állam, úgy dolgoznak ezek az autókombájnosok. Sőt, tényleg mondhatni hibátlanul, nem? Srácok, nagyon élem ezt, hogy ilyen kis ügyesek. Várjatok, odébb kéne vendőd. Hát ezt figyelj, nekirakom, azt úgy megy, mint a motolla, gyerekek. Nagyon prok. Na. Akkor ezt a kombájt átküldöm oda.
Várjál. Azt még csapja le, azt szerintem akkor ebbe már bele is fog férni, és nekiállunk akkor a más munkáknak, mert össze-vissza nő a vetés, ugye? Jó, gyerek, csináld. Veled mi a helyzet, barátom? Téged is le kéne üríteni, mi? Meg azt lehet, hogy félre kéne vonnom, mert ezek itt össze fognak akadni, kettő az már sok egy ilyen kicsi földön, ugye? Hát mondjuk lehet, hogy még megindítom. Jó, oké, még megindítom aztán, vagy pedig lecserélem majd azt, hogyha nagyon izé szórakozik. Jó, a gyerekek között, ezt itt hagyom most, akkor ezt nem is fogom bele semmit csinálni. De viszont, odébb kéne járnom, mert szar helyen vagyunk. Mind a kettő az ifával is. Jó, ez 96%-on van, hát bízunk benne, hogy be fog férni, most ezt ma... Hát, de nagyon nehezen viszem el. Jó, mindegy. Attól függően, hogy az MTZ jól fog-e működni, vagy nem, attól függően fogom eldönteni a sorsukat a dolgozóknak. Várjátok, ez itt át fog menni azon a kis részen? Na. Át fog, és még ilyen is átmegy, nagyon szeretem. Na, MTZ, hol vagyunk MTZ-s barátom? Azt mondták, hogy ez az autó traktormód, ez baromi jó, 2-6-os. Azt mondták, ne állítsak semmit, csak annyit, hogy merre forduljon a földszélen, és akkor indítsa vele, és akkor ez nekem baromi jó fog lenni. Hát nézzük meg, gyerekek, nézzük meg. Aha, ez megint látom, nagyon jó lesz. Aha, ja, jó. Várja. Jó, oké, nézzük el neki. Azt mondta, tagolt a földszél, akkor bajos, mert ő nem tudja szegény lekövetni normálisan. Hát, barátom. Gyerekek, nem rossz. Eddig egész jó. Jó, mert ne fordul rá, tesó vagy valami. És miért vette föl? Most megy tovább. Ó, gyerekek, egész jó, odanézzük, bore. Jó, hát... Őha. Őha, Sanyi. Most itt mit csinálsz? Jaj, tesó. Visszatoladsz oda? Neki kezdesz újra oldal? Jó, mennyi? Gyerekek, szerintem, megmondom őszintén, ez lehet, hogy jó lesz. Ez lehet, hogy jó lesz. Nekünk szarakodik itt a főcélébe. Lehet, hogy jó lesz. Igen, kicsit droppoltatja a játékot, azt észrevettem. Figyelj, nézzük már meg itt, mit csinál ez? Mit csinál ez a barátunk? Jó. Úgy látom, ezt nem lehet vele csináltatni, de jó. Jaj, gyerekek, ez nem nagyon akart meg, hallod? Na, autótraktor. Tudjátok mit? Nem mondják, hogy én nem hagyom érvényesülni. Egyből bele bazza oda, mi? És ő úgy érzi, hogy végzett? Kösz! Azért ezt sikerült megcsinálod, jó van, barátom. Te hallod? Jó, ezt nem fogom vele csináltatni, viszont nézzük rá az MTZ-re. Az MTZ, amilyen írtózatosan lassan csinálja. Nem tudom, bazza. Gyerekek, várjál, barátom, ez... Jaj, Istenem! Megyünk egy olyan helyre, nézzük meg ott, ahol nem a földszéle van. Nehogy az legyen, hogy azt nem próbáltam ki. Ugye a srác, aki küldött egy csomó vetőt, próbálja meg ezzel, azzal a kultivátorral, meg ilyesmi, olyasmivel. Az oké, nekem nagyon jó. Csak az a baj, hogy ugye nem igazából lehetőségünk itt próbálgatni a dolgokat. De szerintem tényleg az lenne, hogyha középső rész lenne, akkor figyeljétek, egész kellemesen dolgozik. Csak ugye lehet, hogy az a probléma, hogy tényleg az a földszéle az nagyon ott van. Hogyha azt csinálnám, hogy azokat lehúznám, akkor én úgy érzem, hogy ez működne, mert itt nézzétek meg, milyen szép pontosan leköveti. Látjátok? Ugye szépen kormányoz, és pontosan leköveti, és pont ott húzza el a tárcsát, ahol kell. Szerintem itt az a gond, hogy a földszélével nem tud mit kezdeni, és hogyha igazából csak ennyi lenne a probléma, nézd meg, ott a leköveti, szépen leköveti, ugye. Szerintem az lenne az a gond, hogy a földszélével nem tud mit kezdeni. Hogyha azt én körbenántom,
esetleg egy nagyobb géppel vagy egy stelgere, akkor vagy lehet, hogy meg tudjuk azt oldani, hogy ez már jó lesz nekünk. Viszont a gyerekek, annyit csináljuk már meg, hogy nézzük meg a kombájnokat, mi történt. Ho, hát itt végeztünk minden, de úgy látom, nagyon jó. Csöveket küldjük ki. Aztán jöjjünk, jaj, az meg nem nyillott ki, várjál. Jöjjünk az ifával, meg adjuk el a dolgokat, és akkor kész, az nekünk nagyon jó. Ránézek erre, most ez az MTZ, ez nagyon érdekel engem. Ja, oké, jó, sikerült. Várjátok, elküldöm arra, de vagy csinálok, hogy megfordítom az irányát. Arra, úgy. És akkor, hogy forduljon arra, és megnézzük, mit fog történni ott. Ugye most egy követ, erre megy, és akkor balra fog fordulni, de erre kíváncsi leszek. Majd a föld végében megnézzük, addig annyit csinálok, hogy hozom a... Vagy viszem az ifát, hozom az ifát. Jó. Nézzük a izét, ugye, most csak a bérmunkás megy, MPZ 80, fent baloldat lessük, hogy mégis mi fog történni, jó? Ez most akkor fontos lenne. Meg mindjárt rá is nézek, mert lassan fordulni fog, ugye? Rá is nézzük. Na, itt erre kíváncsi vagyok, hogy mit fog művelni. Mert hogyha tényleg annyi, hogy a földszéléket kellene megcsinálnom, és azon kívül, hogy egész jól elboldogul, akkor azzal még így kiegyezek, srácok, azzal még úgy kiegyezek. A vetőben lehet, hogy nem fog tudni, mit csinál. Na, itt mit csinálsz, barátom? Állj meg. Hopsz, igen, és hova mész? Az a baj, most már itt vannak különböző csikok. Jó, hát igen, az a baj, átállt erre a csikra, amivel szerintem megint nem fog tudni mit kezdeni. Hát az a baj, több a veszőség ezzel a gyerekek, mint amennyi szerintem a haszon. Igen, van egy olyan sonda gyarum. Mert még a sima trak munkás az nem keveredik bele a dolgokba, hanem az csak csinálja, mint az őrült. Jó! Csinál, faszek, valamit kell csinálni, mert ez így nem lesz jó. Mert nem kellene! Mert nem kellene ahelyett, hogy itt tökölök ezzel a hülyével. Jó, nézem mindig az MTZ 8-szor, hogy figyeljetek, abba hagyja a munkát, átváltuk rá. Ennyi. Mást így nem tudok most kitalálni, azt el, de viszont el kell vetnem azt a földet. Meg ugye, jó, most az 80-as, vagy a 82-es nagykabinost azt meg kellene vennünk. Az nekem kellene, meg ugye kellene a pótkocsi utána azt a kettő dolgot, hogy szeretném megvenni. Mert akkor tudnék elnézkedni, egy kicsit mást is szeretnék csinálni, nem csak azt, hogy folyamatosan aratok. Igen, egyébként ez az autotraktor, ez jó, mert droppoltatja még az I7-est is. Farmi Simulator 15-be. FPS droppot csinált vele. Igen, és most 0 km per óra, 6,4, de valami forró. És igen, szerintem az, ahogy... Ez nagyon jó egyébként, tényleg jó ez a bot. Nem tudom. Hát egy biztos egy ilyen szögletes földön baromi jól elboldogul, mert ott nincsenek olyan dolgok benne, hogy ilyen-olyan kacskaringok. Kicsit lassítsuk, mert itt jó, így ezzel a sebessége úgy látom, hogy nem történik baj. Ja, hát egy pittő szögletes, egyenes, ilyen-olyan földön azon tök jó el van, én úgy érzem. De ezeken a kusza földeken szegény az úgy belekeveredik, mint cigány gyerek a húzán trógárba, ez több szenvedés van bele. Jó, a gyerekek, hagyjuk dolgozni, figyeljetek, 7 km per óra, addig egész végig, amíg ugye nem írja ki, hogy végez vagy elakad, addig én nem fogok közbeszólni, csinálja csak a dolgokat. Azt meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény, oké? És akkor levonjuk a következtetést, hogy érdemes-e vele foglalkozni, vagy nem. Ja. 116 ezerükben, more, hát azért szarrá keressük magunkat, úgy érzem most. Szerintem meg is veszem az MTZ-t. Azt mindenképp meg kell venni. Várjátok, álljál meg, Sanyi. Nézzük meg, mi a szituáció. Traktorok, ugye? Ezt mondtuk. MTZ 82. Hú, ez mindenféle jó dolgot rejt nekünk. Hát meg is veszem, bazze. Meg is vettem. Meg ugye akkor homlokrakodót, hát azt mindenképp izét kell rávennem. Hát az viszont itt van nekem. Az hol van? Hol volt annó még itt a homlokrakodó? Erdészetnél, vagy hol volt? Vagy van külön homlokat? Itt van a homlokrakodók. És akkor izért kellene ugye röngvillával. Röngvillát. Jó. Hát a színét nem lehet változtatni, jaj, nekár. Na várjatok, MTZ-t nézzük meg, befejezte. Beszarsz, azt mondja, befejezte. Jó, hát ez aztán marha egy befejezés volt. Nem tudom, mit csinált Erdély, barátom. Most akkor fordulja arra, és akkor csináld léci arra. Jó, hát mindig ráállítom. Igazából nem tudom, hogy fogja egyáltalán a föld, vagy ez csak itt pörgölődik leföl.
De jó, hiszek neki. Na nézzük meg az MTZ-nket. Jó, a gyerekek, ezt nem is tudtam, hogy az ilyen ütöt kapott. Hát ez nagyon csúnyán néz ki. Jaj, de tép. Úgy értem, hogy... Jaj, nem raktam rá homlokrakodó, csak... Ja, merre várjál. És ez szórakozik velem? És ez ne szórakozzon velem, hallod? Megőrülök. Esküszöm. Ez mi? Várja, lehet, hogy úgy kell felizé pattintani. F1. Homlokrakodó fel. Jaj, de megijedtem, hallod? Itt tudod bekapcsolni, jó. Olsúly fel le, 9-es. Ja, itt tudsz izé különböző dolgokat még föl. Figyeled? Rendszám fel le, 0. Ó, de jó. Villogó. Ne, azt tudjuk. Tükrök kibe, 7-es. Jó van, oké, hát tegye fele. IC be, ugye ki tudjuk nyitni az ajtót, ilyenek. Nagyon jó. Megértem, hogy nincsen nekünk ilyenünk. Oké, gyerekek. Jó, van egy izé, van. Hát jó, tudom, most a rögvilla nem olyan fontos lett volna. Ó, jó, belső is. Nagyon jó. Nézzük meg az IC-t, mit lehet kapcsolni. Ó, gyerekek, itt van minden. Mi ez? Gépháztetőnyitás. Nagyon jó. Ajtót kicsapjuk. Úgy. Nézzük, mi van még itt IC. Ó, ablak, oldalablak. Hátsó ablak. Másik oldalablak. Kinyitunk rajta, minden gyerekek, meleg van. Tetőablak nincs, hogy ez az MTZ-et, nem bút. Másik IC dolog nincs. Az az ajtó, hát ezt az ajtót nem nyitom ki. Jó, így jó. Így autentikus. Á, ez az nagyon jó. Jó, oké, menjünk. Megyünk, fölkapjuk a másik tárcsát is. Aztán valamit csak csinálnak ezek a bérmunkások, ha nem csak a ízeimet pazarják. A pénzemet. Jaj! Hülye vagy? Ez nagyon izé ingatag volt, majdnem földültünk vele. Azt a betyár, gyerekek, ez nagyon megy. Ez nagyon megy, hallod? Ez jó. Igaz, hogy 33-mal megy ez is csak. Tudom, nem sok, de viszont nagyon jó gyorsul. Tényleg félek, bazze. Jó, itt meg izé vannak, itt meg fönforgások. Meg nő a izé, repceg, aztán még nincs a videó levedve. Gyerekek, micsoda izé van. Micsoda őrület. Ez a folyamatos idő pörgetés, ez egy kicsit úgy beteszi a kaput. Valahol itt van a izé, tárcsa. Jó, nagyon kerestett a izére, sertésre, hát ott rohadjon meg. Jó, jó ez az MTZ, tetszik. Tetszik ez az MTZ, gyerekek, szerintem jó, ez hol van a tárcsánk? Jó, ott van-e? Annyi. Tetszik, jó ez. Nagyfülkés MTZ, egyébként nem tudjátok, hogy mibe különbözik még a nagyfülkés a kisfülkéstől, tudjátok? Nem állom csak abban, hogy izé. Nem állom csak abban, hogy... nagy fülke, meg kis fülke, meg ilyenek. Hanem más is varábott. Na jó, ezt akkor rekiindítom itt. Jó? MTZ-vel 80-as megint befejezte a munkát. Nem tudom, hogy sikerült neki, de egyefele. Várjátok, autótraktor. Oké. Mennyi barátabb. Ez rendes, hogy lekotkodál a játék gyerekek, amikor izé. Rendesen lekotkodál a játék. Na, mit fejeztél, mi barátom? Várj, hol? Ez hol a szarba van? Hogy került ez ide, tesó? Hallod, ez hogy került ide, gyerekek? Várjatok, ezeket a csikokat hadd javítsam ki, jó? Tudom, egyébként vetni is kellene, de... valahogy nem vagyok kiegyezve, hogy ezek a csikok például itt vannak. Kicsit itt belejavítok, meg kijavítok, meg izé, meg rakjuk rendbe ezt a földet is, jó? Mert ez is úgyis bedve lesz. De igen, ez már annyira hótra idegesít egyébként, hogy ez a föld ilyen állapotban van, hogy ez szörnyű. Ez szörnyű. Átnézzük ezt a földet. Oké. Okay. Azért egy kicsit eltávolítok, hogy rálássak a dolgokra, jó? Hát, hogy jó, a gépi munkással ennyire megcsináltattuk, úgyhogy nem rossz. Figyeld az MTZ-t, tesó. Hagyka bilost. Most őszintén, ez aztán tényleg jó, ez az autotraktor volt. És befejezte, azt írta. Jó, kösz. Hát ez gyanúsan nem jó. Jó, gyerekek. Elám a szívás, amikor
Nem működnek a dolgok. És gyakorlatilag ezzel szórakozik az ember. X időn keresztül arra fordulj, oké, autótraktor. Be van kapcsolva, körbe-körbe, vett. Offsetekhez nem gyúltam, ugye mondták, ne gyújjak, lerakom. Oké, megy. És nem, hogy arra mert, de miért vész arra, tesó? És őszintén. Egyenesen menjél, próbáljál meg, légy szíves legalább. Gyerekek, tudjátok mit lehet kapni? Sokkod vezet ettől a izét az autótraktortól, esküszöm. Várjál, bele lehet nyúlni így az irányításba, az kevés. Ja, bele lehet nyúlni, de jó. Sokkod kapsz hallod ettől. Most kíváncsi vagyok, nem meg se nézem, hogy mi lesz akkor, hogyha a föld végében érek, mert biztos, hogy izét rohamot kap a Keeper. Eljünk erre, aztán megnézzük. A gyerekek, hát megbolondulok, esküszöm. Na nézzük meg, mit fog művelni. Hát gyerekek, a legextrémebb kunsztokat fogja végrehajtani szerintem, amikor véget ér, vagy pedig azt így befejezte. Még azzal is jobban kiegyeznék, de szerintem lehet azt így befejezte, mert most tényleg azért ott elég olyan a szituáció, hogy ezt meg végigvegyünk közben. Nem, megfordul. Valamit küzd, de fordulgat. Nem mondod, hogy jól csinálja. Nem, bevett a vállásba gyerekek. Na, jön vissza, figyeld. Rát dolgokra, rát. Vetni kéne, bazza, és itt tökölök ezekkel a földekkel, gyerekek. Most megállt. Valami tört. Utakadály. Azt írja, utakadály. Na nézzük meg, mi az a csodálatos utakadály. Hát itt nem csoda, hogy utakadály van, barátom. Igazából miért is menne a földön, hallod? Ó, gyerekek, hát ez nekem nem lesz jó. Ez... Hogyha modot küldtök, akkor tényleg jókat küldjetek le, de az legyen, hogy én nekem kell szenvednem vele. Jó? Mert eddig már kettő darab olyan mod volt, amit izé használhatatlan. És igazából Keeper csak agyfasz kap tőle. És figyeljetek, nem gyúlok hozzá. Hát miért nem követed annak a rohadt izének az útvonalát, ami már... De miért nem ott? Most miért szedi fel? Most mit csinál? De miért nem arra megy, hallod? Teljesen tökéletesen működik, azt mondta a csávó. Forduljál, szedd alá. De arra forduljál! Arra forduljál, jó. Jó, most tedd le, menjél tovább. A vége azért nem egy olyan... Ne arra. Jó, nem is nézem gyerekek. Jó, autótraktor el lehet felejteni. A utolsó próba volt, többet ne küldjetek, főleg olyat, hogy ha 100%-ig működik, mert esküszöm, hogy fölvágom az ereimet, már tényleg vagy az okése. És ezzel az a baj, hogy érted, tényleg az a gond, most én nem akarok taggályoskodni ellen. Az a nagy baj, hogy szenvedünk vele csomó ideig, fél gameplayt, vagy egy egész gameplayt, és nem működik, és megint fölöslegesen szenvedtem vele. Ezelőtt is ugye küldtek autótraktort, jó, működik, frankó, de most oda, most meg... Hát mi? De nincs is, ott már régen föl van kultiválva, és arra járkál. Ott önne nézzetek, nem ott járkál, ahol nincs lekultiválva, hanem így megy minden random fele. Nem, jaj, most jó vagy, oké. Talán egyszer, de várjatok. De tényleg különben lehet, hogy az lenne, hogyha az egészet körbe kultiválná, mert most már nagyon tagolt, akkor... De miért? Miért kanyarodik ki? Miért nem azt csinálja, hogy elkanyarodik mellette? Miért megy arra? Miért mész arra? Vagy mi a legközelebbi helyre próbál elmenni? Lehet ezek a csikók zavarják? Vagy micsoda? Mert most az édes... Jó Isten nem tudja, hogy miért megy arra. Tessék, bazd, ment az árokba, ne! Hát barátom az úrba, hát miért? Hát bazd, ekkor itt van ez a terület, most őszintén, ami még nincs lekultiválva, ugye ez. Tök jó szögletes, még azt sem lehet mondani egy keszekusza. Erre meg mit csinál?
Hát belehajt az árakba a csávó, hát őrüsz meg. Hát siva izé, nem autó traktora, hát siva izével munkással többre vette volna. Most nézzük meg, mit küzd, figyelj. Miért jött ide? Ez miatt a terület miatt? De akkor is miért fordult volna be arra? Mert én ezt mondom neki, hogy itt légy szíves, ezt körbe, ezt, innen jobbra fordulj. Ugye, mondták, szó szerint, megmondta a csávó, ne állítsak semmit. Nem állítottam semmit, csak a fordulást. Van egy ilyen megfordulás, még ugye Y-ba forduljon meg, vagy mit tudom én, mibe forduljon meg, azt se állítom. Forduljon meg úgy, ahogy automatán állítja. Még egyszer nekiállunk. Még egyszer, jó? Közben így csinálok dolgokat, várjátok, lecsapom itt a sarkát, nehogy itt véletlenül is bele kelljen bonyolódnia, hogy itt ilyen nagyon sarkosan kell fordulni. Tényleg ezzel így nem vagyok előbbre, abszolút nem. Na, figyelj de. Le van csapva a sarka is, hogy esetleg nehogy az legyen a nagy problémája. Most miért tényleg megnézem, várjál már, hát hadd nézzem meg. Most addig ráérünk. Ilyenkor ugye kellene nyomni egy Y-t. Mindig jó. Mindig jó. Most ugye annyit kéne, hogy visszafordulni a jobbra. Ez a sarok, ez szerintem, ez beteszi neki a kaput. Meg... Hogy tolás vissza... Ó, gyerekek, megtáltosodott, figyeld meg, jó lesz neki. Megtáltosodott. Nem hiszed el? Jó. Eddig jók vagyunk. Lerakod, ragd le, úgy mehetsz. Hallod, nem hiszed el? Jó. Gyerekek, úgy fordult meg, mint ahogy a nagykönyvben le van írva. Jó lesz ez, érzem én. Akkor lehet, hogy jó, itt mindenkit már, már szidok. De, ó, jó csinálja. Szerintem az a baj, hogy nagyon a föld szélén nem tud mit kezdeni. Meg az se jó neki, hogyha tele van ilyen izékkel, olyan részekkel, ahol még vannak csikok. Bár azt nem tudom, hogy miért így fordul. Bonyolult. Kicsit bonyolult a csávó, de azért próbálkozik. Jó, oké, szerintem ezt neki hagyom, ez jó lesz neki. Itt ezt várja, eltüntetem, mert ez szerintem be fogja zavarni. Úgy. Jó, oké. Droppoltatja kicsit a játékot, hát az... Egye fene. Olyan szállítási igénye van ennek az, mint az állat. Itt ezt is üzélem. Eltüntetem. Igaz, hogy olyan helyeken jár, ahol még le van már kultiválva, nem baj, csinálja, csak dolgozzon valami frankon. Meg ezt nem tüntette. Jó. Oké. Örülnek neki ez a föld, de valamit végre tudnánk kezdeni. Igaz, hogy háromszor addig csinálja szerintem, mint normál állapotban én csinálnám, de ugye addig tudok én más dolgozni, szóval nincs olyan nagy probléma. Jó lesz az gyerekek. Jaj! Egyik haver meg mondta, hogy nem jó van összeszállva a terület. Ja, ott! Tényleg, baze! Ott! Ott, igazad van. Na majd azon még módosítok, csak most tekenuku. Tekenuku van, hát csinálja az, jó van, gyerekek. Rábízom magamat. Remélem, hogy most már tényleg... Igazából az lenne, jó lenne egy hátárcsam egy rábával, aztán jó nagy ívbe körbehúznám az egész területet. Azt utána akkor már nem kéne azzal vesződnem, hogy ilyen kicsi... hogy kimegy, hogy rámegy a dolgokra, rámegy a fára, meg ilyesmi, hanem akkor már tényleg azzal tudnék foglalkozni, hogy... De az a baj, most mit csinál? Most nézd már meg, most miért jött el erre? Miért kultivál benne az erdőbe? Ja, mert ott még volt olyan hely, ahol nem volt lekultiválva, és meglátta, gyerekek, az a baj, gyerekek, az a baj, hogy ez meglátja, hogy merre van, nincs kultiválva, nézd már meg, azokat kultiválja, aha. Akkor az a baj, hogy ha közelében van ő neki bármi, ami nincs lekultiválva, akkor ő át fog arra izélni, osorni. Úgyhogy ez a gond, ez lesz a gond, gyerekek, hogy ugye, különböző csikok erre-arra meg vannak hagyva, azt kiszúrja a távolból a János vitéz, és ő azt gondolja, hogy azt ő mindenképpen oda át fog venni, nem áll, hogy elkanyarodna itt a... ott, ahol ő neki kellene, hanem fogja, neki indul hegyes halomba, hogyha lát egy táblát a távcsövön keresztül, akkor azt gondolja, hogy ott fogja folytatni ezt a terület gondozást. Emiatt egy kicsit keveset tudok beszélni, jó, azt szerintem most
Megint be rettyent oda. Most itt leparkolt. Ő úgy gondolja. Jó, álljál meg, Sanyi. Igen, ugye itt volt olyan rész, ami nem volt még lekultiválva, ő azt rárontott. Rárontott arra a részre. Itt vannak ilyen kis csíkok. Hát, barátom, ne vagy te hülye gyerek, csak egy kicsit nehéz. Kicsit nehéz vagy. Ehhez a bunkához úgy látom. Próbálkozzunk meg egy újabb kagyarra, jó? Még egyszer nekifuthatsz. Hát, hogyha most végre nem a izé a Kehida pustánban lévő területre akarsz átmenni. Hú, gyerekek, ezzel még lesznek gondok. Hanem talán most már végre azt fogja csinálni, hogy azt a rohadt területet körbe kultiválja és végre csinálja tovább, és tényleg nem elmegy hegyes halommal, hallod? Hát megőrülsz vele. Tényleg ez borzalom, borzalom, gyerekek. Az meg nő ott a izé, aj, nő ott a fótokban ő a vetésem, nem baj. Nem baj, te rendet kell tenni, hallod. Esküszöm, komolyan mondom, hogy rendet kell tenni, mert itt megbalandulok. És az a baj, még vannak ilyen helyek, ahol ugye ez el van itt maradva. A másik oldalt is, itt a széleken is. Csak lehetne rábízni arra rohadt munkásra valami kisebb területet, mint ami ott van. És azzal tudna végezni így záros határidőn belül. Akkor az úgy már békében lennék. Meg még vetni, gyerekek? Jó, csinálja, az a baj, csinálja, de az a baj, olyan iszonyatosan lassan, meg körülményesen, hogy az őrület. Folyamatosan figyelni kell rá, ezt úgy tudod csinálni, hogy itt vagyok ezzel a hülyével. És akkor, hogyha valami hülyeséget csinál, akkor instant rámegyek, mert ugye folyamatosan váltogathatok rá. Az a szerencse, glészmód azért írja, hogyha valami nagy hülyeséget csinál, ha nem is vagyok itt a közelben. Jó, gyerekek, ezt a kis részt azt megcsinálom, ott még van a sarkon egy pici hiba. Azt is megcsinálom. Na jó, hát ezt be akarom már fejezni, hogy valami legyen már, valami tényleg már, valami történjen. Aztán akkor lehet, hogy az lesz, hogy csinálunk egy olyan részt, ami mondjuk egy órán keresztül vetés. És akkor tényleg nem foglalkozunk mással, mert sajnos, bocs gyerekek, de tényleg azt kell csinálnom, hogy lesz olyan rész, ahol nem tudunk más csinálni, csak vetek folyamatosan. Úgyhogy előre is bocsánatot kérek azért, hogyha unalmas lesz. Hozok sztorikat, gyerekek. Tehát akkor elvetjük ezt a kettő földet a minimum, és utána akkor lesz annyi pénzünk esetleg, hogy akkor tényleg, hát az erdészkedést azt például be tudnám indítani lassan, sőt már most is be tudnám indítani. Vagy mit csináljunk, gyerekek? Hát az a baj, el kéne vetni a területet, mert ha már egyszer neki álltunk, ugye félig ki lesz nőve, az nem lesz olyan nagyon szuper. El kéne vetni a területeket, utána meg erdészkedünk, jó? Szívesen neki állik, meg neki is tudnánk már most az erdészkedésnek, mert igazából a portkocsit megvenném, azt mondja, jó világ. Na, mit csinál barátunk? Tolatgat. Figyeljetek, csinálja, csinálja. Az a lényeg, hogy ezt nem szabad azt csinálni, hogy összeszabdalom a területeket szerintem, hanem azt kell csinálni, körberántom majd valami nagy íhával. Ugye, hogyha a babot eladtuk, vagy nem a babot, hanem a repcét ugye meg eladjuk, akkor tudom majd azt csinálni, hogy tudok venni már egy íhátárcsát, meg tudok venni egy rábát. És azzal azért tudok én nagyon gyorsan körberántani egy egész területet. Jó, hát itt már végezzek, mert már kinő a szokállam, amire ezt itt lehúzom. Ezeknek az ilyen kelekula területeknek ugye a gépi munkásra megcsináltuk, ez a problémája, hogy őrület, amire ezt újra rendbe hozod. Itt is maradt egy kicsi. Oké, elég volt csak belerakni. Ahogy. Oké. Na nézzük át a területet, gyerekek. Mai részben az van, hogy akkor ezt összepakoljuk ezt a területet. Következő részben akkor valószínűleg egy folyamatos vetés lesz. Folyamatos vetés. Ez is megvan. Ezt rendbe kell tennem ezt a területet. Ott az a szalma nem akar idejönni. Az olyan helyre esett ugye, ami már kívül esik. És azt ugye nem tudom én föltárcsázni. Na nézzük, mit csinál a izé? 80-as MTZ. Még mindig kultivál, elmegyek arra. Ránézünk, jó? Egyébként az MTZ, kis MTZ-t kéne ráállítanom, a nagy MTZ-vel talán gyorsabban tudnék, vagyis a nagykabinossal gyorsabban tudnék haladni. Hát figyeld, már megint átjött ide. Nagyon barom jó. Gyerekek, hát ez őrület. Kurva jó.
Ez hihetetlen. Nem tudok már mit mondani erre, várjatok itt. Milyen helyzet? Merre fordulsz? Jobbra, jó. Oké. Okay. Jó, hát csinálja az, akkor a izé másik MTZ-re meg átülünk. Aztán csinálom ezzel a melót. Az egy kicsit gyorsabban megy. Jó, igazából ugyanaz. Jó, figyeljetek, rá kell nézni néha arra. Na, itt is van egy kis területhiba. Most már megleszünk ám ezzel. Itt van egy kis területhiba. Igazából egy baromi kicsi forduló körű traktor lenne ilyen melóra jó. Jó van, figyeljetek, folyamatosan figyelni kell a glitch módot, hogy az MTZ, a kis MTZ az mit tud csinálni, mert ez így szörnyű egyébként. Megmondom őszintén, hogyha te nézed a videót és idegeskedsz rajta, hogy már megint nem működik, akkor képzelj el engem, hogy... De tippeket nagyon szívesen meghallgatok, de én úgy érzem, hogyha normálisan körbe lenne rántva a terület és nem tudna elkarimbózsálni, akkor én úgy érzem, hogy az jó lenne, működnél. Csak igazából az lehet ezzel a probléma, hogy lehet, hogy itt imittam, ott még vannak olyan részek, amivel nem tud ő mit kezdeni. Hát egy rába ijátárcsat azért megnézném, csak meg figyeljetek, tolatgat ugye. Hát egy nem függesztett, hanem egy vontatott szerkezettel egy eszközzel, mi a szart fog az csinálni? Mit tolatgat majd egy ijátárcsával? Ezt azért megnézném. Jó, átnézzük ezt a területet, ezt ma rendbe kell raknunk, mert ez így nem jó. Jó, az egy picit részt megcsinálja nekem az MTZ, az csodálatos lenne. Ugye nem a másik területen megy még, jó, rálátok még. Droppolt ott rendesen. Egy FPS drop az van, tudom. Ezeket a kicsi területeket rosszabb megcsinálni, mint a nagyokat, gyerekek, mert állandóan ide-oda kell. Mindig föl kell vennem. Ez a pici tárcsával mit szenvedek, mi gyerekek, hát kéne egy ide. Kéne majd egy... Mindenképpen, hogyha a repcét learatjuk, Rávasteger IH tárcsa. Ez az alap, gyerekek, mert itt megbolondulunk. Megbolondulunk ezekkel a kis gépekkel. Hát ez az MTZ meg megy valószínű ugye akkor az erdőre. Csak egyelőre még ugye kisegítő státuszban van ő. De megyünk vele az erdőre, aztán fakitermelés lesz az erdőrel. Azon is, ó gyerekek, azt is csinálhatnám, hogy nem az erdőn, hanem itt van, van egy kis fás rész, hallod itt középen? És akkor azt le tudnám durrantani, meg akkor ki is lehetne pucolni. Ó gyerekek, ez a középső fás rész. Itt a két föld között, látjátok, amire ránézek. Azt le kellene izélni, csattintani. Azt le kéne vágni, szépen leágazzuk. Aztán kihordjuk, azt eladjuk. Na? Az mi lenne? Az nem lenne rossz. Szerintem azt fogjuk csinálni. Az nincs is közel, vagy nincs is távol a vasúthoz. Ó, az lesz, srácok, itt fogunk dolgozni. Akkor ezt a területet itt így belakjuk. Akkor nem kell az erdőre kimennünk, hanem akkor ezt itt ki tudjuk pucolni. Az jó lesz. Jó, itt ez végeztem, hál' Isten ma. Na jó, mehetünk tovább. Na, az MTZ, oda néz az MTZ, és végre elfordult! Végre elfordult, nézzétek, és csinálja jó. És tényleg akkor jól működik, de figyeld, most már nem csinálja azt. Beleváltok egy picit, megmutatom, hogy végre elfordult, és szépen körbe dolgozik. Viszont, igen, igen, szépen körbe dolgozik, jól van. Na, ennek le a kalappal, oké. Egy a fene mondjuk, hogy jó a mód. Mondhatjuk, hogy jó a mód. Csinálja szépen. Oké, itt meg én ezt rendbe teszem azt a területet. És akkor el fogjuk vetni. Lesz egy rész, gyerekek, ami szerintem ordinári hosszú lesz. És a következő. És hozok történeteket magammal. Mesélek sokat. De azt fogjuk csinálni, hogy akkor abban a részben el fogjuk vetni mind a kettő területet. Mind a kettő területet el fogom vetni. És utána, ha ez megtörtént, elvetettük ezt a két területet. Akkor ugye meg fogjuk tudni venni a rábát majd. A repca árából. Jó. Hát itt ezt rendbe kell raknom sajnos, bocs. Bocs rácok. Viszonylag elég jól lenyomadtuk a munkásokkal ám. De nem olyan túl sok hiba van. Ott volt egy kicsi, de azt szerintem az már jó.
Nagyon droppoltat. Egyébként amikor fordul leginkább, akkor droppoltat. Amikor próbálja szerintem kiszámolni az autótraktor, hogy mégis merre kellene mennem. Mármint őre ki... Ó, gyerekek, ez aztán itt rázós ez a hely. Akkor izé, akkor droppol nagyokat a játék tőle. De egész jó. Egész jól működik, megmondom őszintén, jól működik. Ez az MTZ, ez a 82-es nagykabinos, ez viszont meg nekem bejön. Ja, egyébként más izé dolog is, azt hiszem változott a 82-es kiskabinos és a 82-es nagykabinos között. Nem csak az. Itt azért van gödör, hallod? Nem csak az változott, hogy más kabint kapott, de úgy tudom, hogy valami az elektromos és a hidrolika rendszerbe is változott. Nem túl sok minden, de vannak olyan dolgok, amik módosultak. Jó. És szépen dolgozik a munkásunk, úgy látom, hogy talán nem lesz bele baj. De mennyire tipikus mindenhol szemét van, baze? Mondjuk a vashordót azt már feketén elvitték volna. Jó, ez is megvan, ott is van egy pár csík. Ott van egy kicsit nagyobb terület. Kicsit nagyobb területekre lehet autótraktort beállítom. Lehet, hogy fakitermelés lesz a következő részben. Nagyon gondolkozok rajta egyébként. Mert eladnám még a szemet, ugye? Lehet, hogy meg is lenne. Jó, ez megvan. Gyere ki a földből? Jó. Ja, azért távolítok el így, mert így rálátok, bocs rácok, hogyha valamennyire zavaró. Jó, figyeljetek, nézzétek! Nézzétek az MTZ 80... 80-as? 80-as volt? Feledkeztem. Ilyen 80-as hát. Hopp, várja, nagy a lendület. Igen, egész jó csinálja, jó van. Nem lesz rossz, nem lesz rossz. Érzem, hogy ez nem lesz rossz. Kicsit az volt a baj, hogy ez már szét van cseszve ez a terület. De amúgy jó lesz. Jó, egy izét, egy vetés nem fogok rábízni, abban biztos vagyok. Mert látszik, hogy nem tud mit kezdeni az olyan dolgokkal, amik kicsit bonyolultabbak. De... ha a kultiválást megcsinálja, nekem az már egy csodálatos boldogság lesz. Azzal már én nagyon boldog leszek. Na, a fakitermelés lehet, hogy meg fogom indítani. Lehet, hogy ezt levágom, ezt az erdőt itt a kettő között. Gyerekek, vágjuk már le ezt az erdőt. Tudom, hogy nincs elvedve az a föld. Szavazzátok meg, srácok, hogy írjátok meg, léci, hogy melyik legyen. Melyik legyen, hogy fakitermelés legyen-e? Vagy akkor inkább a izé legyen? Vagy a... én a fakitermelésre szavazok, tetszik az a porkocsi, nagyon retro, ugye MTZ-vel szépen el tudnánk oldani a fát. Lenne egy ilyen fakitermelős live, vagy nem live, hanem videó. Nem azt terültetnénk állandóan, hogy vetünk. Jó, megáll az a vetés, ki van kapcsolva a növények elszálladása, tudom egy kicsit. Hát azzal ugye ellennénk egy nagyon-nagyon hosszú részen keresztül, úgyhogy azzal az egy kicsit olyan monoton lenne. Én most beiktatnék egy kis fakitermelést, azzal megint keresnénk egy kis pénzt. Nekem az úgy bejövős lenne. A másik oldalról ugye, amit learadtam most földet, arról az oldalról tudnék is szépen dolgozni. Ezt a földet viszont szeretném megcsinálni, lehet, hogy hosszú lesz ez a rész. Bocsánat érte. Ezt a földet, ezt meg kéne javítani. Dolgozik? Meg még dolgozik a 80-asunk. Nagyon jó. Hát ezeket a földeket elvetem én repcével, iszonyatosan sok pénz lesz. Tényleg. Ott abból biztos, hogy meg lesz a 250-es, majdnem azt mondtam, ETZ. Lol. Oké. Okay. Jó, egy kis szalma maradt ott. Ezeket a nagyobb részeket, viszonylag nagyobbakat, lehet, hogy azt csinálom, hogy ráállítom majd melóssal. Hogy ne tököljünk annyit. Nem olyan sok van, szó, gyerekek, hát már akkor nem állítom rá melósra.
Figyeljetek, úgy látom, hogy ez a csík van, meg az a csík, mert utána meg már ugye itt érkezik az a dolog. Ránézek az MTZ-re. Hát, iszonyatosan lassan csinálja, mert ugye folyamatosan tolaggat, szarul fordul, meg ilyesmi. De legalább van valami, legalább valamit csinál. De tényleg borzalmasan lassan csinálja. Nagyon-nagyon durva. Nagyon lassú, nagyon izé, nagyon... Nem jó egyébként. Lehetne jobb az az autó traktor mod, de... Megmondom a frankót, hogy én már boldog vagyok, hogy működik valami mennyire is. Mert ugye, hogyha nagyba gondolkozunk, akkor nem fogok tudni mindent én csinálni, főleg nem a kultiválásokat, meg ilyeneket. De következő részben tuti, hogy erdészkedni fogok. Már egy kicsit a földmunkától... Már kicsit sok. Kicsit sok. Viszont ugye a következő rész nem tudom, hogy éjszaka lesz, majd nappal. Attól függően fogjuk csinálni. Ugye azt mondtuk, basszus, ja. Figyeljetek, éjszaka, földmunka, nappal erdészkedés. Csinálunk egy ilyet. Ó, ez jó, ez jó, ez jó, hogy kitaláltam most. Igen, éjszaka, földmunka, nappal erdészkedés. Ezzel az ütemmel fogjuk tolni. Oké? Okay? És akkor valamilyen szinten változatos lesz az egész. Jó lesz az, gyerekek. Elvetjük ezt az egész nagy böhöm területeket, aztán szarrá keressük magunkat. És lehet, hogy fogunk menni olyan épületet. Egy napelem farmot lehet, hogy ki fogok alakítani a izé szomszédságába a terület, vagyis a tanya. Vagy a tiesztelep. Csirketelepnek a szomszédságába. Meg lehetne csinálni a csirketelepet, gyerekek. Mekkora lenne? Hallod? Nem áll! Valakinek nincs egy olyan mód, hogy a csirketelep meg van csinálva és be vannak zsúfolva a gépek? Ne viccelj, hallod? Azt nagyon meg lehetne csinálni ugyanúgy. Vagy ugyanezt, csak ezt a mapot. Mapon lévő telepet, vagy valami hasonló mapon lévőt megcsinálni, úgy remélem mindenki ismeri az a csirketelep dolgot. Miről beszélek. Venne ikaruszokat, meg rábát, meg rába izét, teherautót, meg mindenfélét. És akkor izé, így elhelyezni benne, meg kívül is tudod, hogy sorban vannak, amikor ilyen drón felvételen van mutatva. Ugyanúgy lemásolva. Valaki tud modolni, bazza, csináljon már csirketelep. Csak magát a telepet megcsinálná. Ugyanúgy az épületek elhelyezkedését, tehát már vannak gondolom olyan azok a tipikus százas istálók, meg ezek a különböző hangárok, csak le kéne őket pakolni olyan elrendezésben, hogy valóságban is van. Na, gyerekek, hát azért halad a kiper, mi? Halad a kiper. Jó van, haladunk. Mi ez itt? Mi ez a fót? Jó. Ó, itt is van egy csik. Jó van, gyerekek. Hát körbeérek, amire az a szerencsétlen. Azt a kis területet megcsinálja, de jó van, legalább segít. Legalább viszi a pénzt, nem igaz? Legalább viszi a pénzt. Besegítünk neki, gyerekek, jó? Ezt a területet megcsináltuk. Elkészítettük, le van tárcsázva az egész. Hál' Isten. Az a baj állandóan tolatgat. Nem normálisan nem tud fordulni. Vagyis... Állandóan forgolódik. Egyébként a srác mondta, hogy lehet kicsi az eszköz, és nem nagyon tud vele mit kezdeni. Egy szélesebb tárcsával jobban boldogulnám. De jó van, egy a fene. Ja, az is nagy segítség, hogy bármit is. De látod, az a baj, hogy most fölveszi a tárcsát, leteszi, és gyakorlatilag nem is tárcsáz, hanem ott a szélét kurkálja. Hát, jó van. Jó van, barátom. Ne gyere nekem, inkább próbáljál meg kikerülni, ha egyszer. Jó van, gyere utánom. Ja, nagyon izé, nagyon nyögbenyelős, nagyon lassú. Nem nagyon érdemes rábízni, akkor lehet, hogy inkább azt kellene csinálni, hogy tényleg rába ihátárcsa, én saját magam megcsinálom. Ez, amire végez, hát körülbelül szerintem tizede olyan lassan csinálja, mint én. De. Fordul. Ja, hát most például ott mászkál, ahol ugye már le van tárcsázva. Mondjuk egy ilyen tárcsával háromszor lerántanék egy ekkor izét. Foltot, mint amit most itt küzdünk vele. De az se, hogy a traktor nem tud elfordulni, mert látod, elfordul ez kicsi helyen is.
Na most az ott befejezte a munkát, jó, hál' Isten, mert jobban járunk vele. Hát akkor én ezt szerintem most itt elfordulok. Aztán akkor körbe-körbe lehúzom. Azt a végén majd ezt a csücsköt, ahova odállt. Tényleg ezt a terület legyen meg. Szuper. Jaj, ott kihagytam egyet, jó. Mert elég gyorsan lehetne, meg elfordulna az MTZ neki egy évben is, nem tudom mit kanyarodik össze-vissza. Ez a terület legyen befejezve, gyerekek. És akkor az lesz, nappal földművelés, éjszaka a földművelés, nappal erdészet. És ezt a területet levágjuk, ami itt van. Itt van mellettünk. És akkor ez így fog működni. Ha nincs egyszerre elvedve a dolog, akkor nincs egyszerre elvedve, annyi baj legyen. Aratni majd egyszerre fogunk természetesen. Mindegy, ez van gyerekek. Ez, hogy folyamatosan pörög az idő, az kompromisszumokat kényszerít ránk, nem baj. Egyébként a szembe szomszédunknak volt izéje, nagykabinos 82-es MTZ-je. Ő permetezős volt. Az a vontatható, kinyitható permetezőt húzkodta maga után, mindig permetezett szinte. Aztán nagyon durva szerek voltak régen. Ugye régen olyan gyobírtók voltak, hogy nem volt 3 évig jobb akkor. Mármint jó, ez egy erős túlzás, de értitek mire gondolok, hogy nem olyan gyobírtó volt, mint most, hogy meg se kottyan a gyomnak. Régen azért nem szarakodtak, főleg a TS-be. És viszonylag elég korán meghalt, de különböző mindenféle belső szervi betegségei voltak. Ugye maszkot marhára nem használtak, ki volt nyitva általában minden. Ömlött be állandóan a permetszer a kabinba nekik. Aztán viszonylag elég hamar elhunyt az a traktoros. Hát régen gyerekek, a nyárakban nem voltak ilyen komoly előírások, hogy egészségügyre figyeltek volna, de megmondom őszintén, most se. Hát én dolgoztam a Nemagba, alumínium öntödébe. Hát ott is ami van, basszus. A kormot, amikor megfürödték, korom jött le rólad szinte, meg azt lélegezted be állandóan. Mert ugye úgy van, amikor ilyen különböző hengerfejeket, meg mindenféle motoralkatrészeket öntesz, hogy ugye azokba a járatokat, ugye vannak olyan, ahol a levegő megy, ugye, meg ahol a kipufogó, meg a... Hát van a szívó oldal, meg ugye van a kipufogó oldalnak a járatai, meg ugye a szelepekhez, amik mennek, meg van ugye a víztér, meg az olajtér. Ugye ezek mind, ezek minden egyibe vannak, minden hengerfejbe. Mit akartam mondani? Igen, és akkor ugye ezeket homokból képzik ki, és gyantával vannak, a homok gyantával van gyakorlatilag összepréselve, és így áll össze, hogy ugye egy ilyen szilárd forma legyen, és amikor ugye ráöntik az alumíniumot erre az egészre, ugye a öntőformába beleöntik, és ugye körbeveszi ezeket a különböző kiképzett homokból és gyantából kiképzett formákat, amik ugye megadják a különböző csatornáknak a helyét. Ezek a formák, ezek be, a gyanta, ez konkrétan ki elég, ugye a magas hőtől, ugye nem is tudom, 700 vagy 750 vagy hány fokos alumíniumtól, forró alumíniumtól, ugye ez szó szerint mondhatni kigyullad benne a gyanta, és ez elég, és emiatt ugye utána a homok az megint porózus lesz, és gyakorlatilag ki lehet rázatni a nyáratokból a homokot. Hát ugye ez a gyanta, hogy elég, azt képzelhetitek mennyire egészséges. És gyakorlatilag minden hengerfejet, amikor leöntöttél, akkor az, ha nem lángolva gyulladt ki, akkor szerencséd volt, hanem csak így izzott benne az a gyantás homok. De az a lényeg, hogy ugyan jött belőle ugye a füst folyamatosan. És akkor úgy azzal ott dolgoztál, azzal dolgoztál, hát nagyon nem volt egészséges. Na gyerekek, nézzük már meg ezt az erdőt, álljatok meg. Jaj, egyébként imádom ezeket a fényeket ilyenkor.
ez baromi jó. Várjatok, nézzük meg az új MTZ-vel. Mert ugye ott azt fogjuk ugye használni. Az tárcsát valahol le kéne dobnom. Jaj. Nagyon jók a fények, nagyon tetszik. És ugye onnan süt a nap. Jaj, de tetszik. Nagyon jó, nagyon tetszik. Olyan jók a fények ilyenkor, a fényviszonyok. Ezt a tárcsát ledobom ide valahova. Nagyon állat. De jó. Na, megnézzük ezt az erdőt. Na, ezt kellene letermelnünk nekünk. A nappali órákba fognánk azt, ezt letermelnénk. Igazából innen a föld széréből meg lehetne indulni. Ott ugye ide ki lehetne pakolgatni. Három fát innen folyamatosan lefele. Ezeket a susnyákat is feldobálni, hogy ne legyen bele gond. És ezeket a fákat le lehetne termelni, és itt a föld szélébe ugye föl lehetne munkálni. Meg föl lehetne rakni pótkocsira. Jó, gyerekek! Akkor nappali műszakba azt csináljuk, hogy ezt az erdőt, ezt a kis erdőt letermeljük. Ezt nem lesz itt útba nekünk akkor legalább. Na, köszönöm szépen a figyelmet! Jók legyetek, csumi cső!